A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt időszakban egyik nagyon fontos pillanat volt, én azt gondolom, a Székesfehérvári Balettszínház Kövek című bemutatója, amely Egerházi Attila rendezésében megemlékezett az 1944-ben haláltáborokba hurcolt, mint egy 600 ezer honfitársunkról. Az előadáson, amelyet a Vörösmarty Színházban rendeztek meg, itt volt Grósz Andor, a Mazsész elnöke. Én most kérem önöktől, hogy a beszélgetésünk elején nézzük meg azt a gondolatsort, amelyet tőle hallhattunk. Grósz Andor, a Mazsész elnöke gondolatsorában hangsúlyozta, 80 éve történt a magyarországi zsidóság deportálása, a magyar holokauszt, és mindannyiunk közös felelőssége, hogy a nemzet egyedülálló tragédiáját ne hagyjuk feledésbe merülni. Emlékezni és emlékeztetni, azt hiszem, hogy az elmúlt 8 évtizedben, a felszabadulás követően ez mindig aktuális volt. De most különösen aktuális, amikor a világ körülöttünk forrong. Hál' Istennek az országunk a zsidóság szempontjából és egyáltalán a magyarság szempontjából a békeszigete a többi országhoz, fejlettebbek, távolabb lévő országokhoz képest. Emlékezni kell arra a 6 millió emberre, akit elpusztítottak zsidó mi voltjuk miatt a II. Világháború során, közöttük azt a 600 ezer magyar zsidót, aki, és főleg vidéki zsidót, vidéki zsidóságnak 90%-a elpusztult Auschwitzban és a különböző koncentrációs táborokban, munkatáborokban, és emlékeztetni az embereket, és elsősorban nem az idősebb korosztályt, hanem a fiatalabb korosztályt, akinek nincsen tapasztalata a háborúról, nincsen tapasztalata ebben az országban a megkülönböztetéstől, a diszkriminációról, se vallási, se egyéb értelemben. Emlékeztetni kell, hogy az, ami a világban most történik, az a terror, ami folyik Izrael állam ellen és a zsidóság ellen, az nagyon veszélyes. Egyrészt veszélyes nem csak Izrael állam és a zsidóság számára, a világ zsidósága számára, hanem veszélyes a civilizáció számára, minden olyan ember számára és minden olyan társadalom számára, amely a konszolidált humanizációt követi, és azon van, hogy békében és nyugalomban éljünk, és ne legyen ember között különbség. Nos, ez a felütése a mai beszélgetésünknek, vendégem pedig, egy vendégeim, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója, a darab koreográfusa, rendezője, illetve Simon László, József Attila díjas költőíró, az irodalmi betétek szerzője. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Köszönjük a meghívást. Igen, hát ez a 80 esztendő záloga, hogy előbb-utóbb kellett egy ilyen darab, valljuk meg, hiszen felgyorsult a világ, és nem igazán foglalkozunk azokkal a nemzeti sors tragédiákkal, amelyek közé azt hiszem, hogy óhatatlanul is hozzátartozik 1944 történései. Honnét jött a gondolat, hogy a kövek, így szó szerint, megjelenítse mindazt, amit nem feledhetünk? Hát az alapötlet, imént hallgattuk a Mazsész elnökét, akivel nagyon régi, mondhatom azt, megtisztelő baráti kapcsolatot is ápolok közel 20 éve. Ő neki nagy szerepe volt egyébként a Székesfehérvári Balettszínház megalapításában is. Tehát tőle jött az alapötlet, mármint az, hogy egy produkció, egy táncszínházi produkció, vagy ha úgy tetszik, összművészeti produkció a mi esetünkben létrejöjjön. És innentől kezdve ugye adva volt a téma, mindenki által jól ismert, és kerestem azokat a művész társakat, akikkel egy valóban összművészeti produkciót lehet létrehozni, és hát nem kellett messzire nyúlnom a gondolataimba, hiszen Lacival mi hát már alkotó páros vagyunk, hiszen ez az ötödik produkció, amit közösen készítünk. Nagyon fontos volt számomra, hogy irodalmi szövegek is megjelenjenek a darabban, mégpedig
szerves egészeként a darabnak, tehát nem illusztrációként vagy mint egy rátét a produkcióra, hanem szervesüljön a produkcióba, csak úgy a zene, Födő Sándor jegyzi, fantasztikus, elementális erejű, beszédes zenét írt. És hát én írtam egy librettót, vagy történetet, eskített, hogy miről is szóljon ez, de igazából ez egy látomás, egy vízió. Mint ahogy nagyon sokan, akik ezt átélték, és személyes tapasztalatuk is van benne, vízióként élték meg, mert elutasítják maguktól a történteket és a valóságot, mert talán így lehet túlélni. Úgyhogy hát innen az alapötlet. Ugye számtalanszor elhangzott, hogy ez nem egy történelmi leporáló, sokkal több egy olyan történetmesélés, visszatekintés, amely hitelesen ábrázolja mindazt, természetesen táncszínházi műalkotás keretében, ami történt. Miként lehet ezt a 21. században, hiszen itt elhangzott elnök úrtól is, hogy leginkább a fiatalokat kéne meggyőzni arról, hogy próbáljanak meg már ismét egy kicsit emlékezni. Mi volt az alapvetés számodra, amikor megérkezett a felkérés? Talán kezdjük onnan, hogy Attila azt nem mondta el, de Grósz Andor, a mazsihisz elnöke a bemutató alkalmával kihangsúlyozta, hogy a holokauszttal kapcsolatosan ez az első táncdráma, ami elkészült. Ugye rendkívül gazdagon földolgozott ez a trauma, ez a tragédia, amely érte a magyar zsidóságot és az egész nemzetet, hiszen könyvek, filmek, dokumentumfilmek sora az, amelyek az elmúlt évtizedekben nem csak az egyetemen zsidóságot ért tragédiát, hanem a mi magyarországi történéseinket is alaposan dokumentálják. De ilyen típusú művészeti alkotás még nem született. Én azért is vagyok arra büszke, hogy ugyancsak szerényen, de ebben a produkcióban is közreműködhettem, mert a Székesfehérvári Balettszínház megalapítása óta eltelt több mint fél évtizedben már másodszor sikerül egy olyan nemzeti tragédiához hozzányúlni, amelyek kapcsolatban van egy fontos közmegegyezés, ami kollektív emlékezetünkben és történelemtudatunkban. Tehát az egyik ilyen volt a Trianon 100. évfordulójára született Phantom Fájdalom című darab, amelyet azóta nagyon sok helyen mutatott be a Balettszínház sikerrel, és fogja is tovább vinni, éppen összeviszi Prágába. A másik pedig a Kövek, ahol valóban egy valami egészen új dolgot sikerült létrehozni. Én számomra nagyon egyértelműen kikövezett út volt, tehát nem volt túl nagy mozgásterem, mert mi nem baj, hiszen egy ilyen műfajnál így kell csinálni a dolgokat. Volt egy elképzelt történet, ami nem szabad, hogy túl bonyolult legyen, hiszen el kell táncolni, sokkal inkább az érzelmekre kell hatni, a tánc önmagában is az érzelmekre hat. Volt egy originális zenemű, amely a történethez kapcsolódóan született meg, olyan hosszúságú zenemű, ami optimális egy egész estés táncdrámának, egy óránál valamivel rövidebb darabról beszélünk, és itt konkrétan másodpercre meg voltak szabva az időkeretek, hogy hova kell beleférni a szövegnek, és ugye a jelenetek azok pedig meghatározták, a jelenetek leírásai, hogy azoknak a szövegnek miről kell szólniuk. És minthogy hogy ennek a darabnak talán a csúcspontja maga az a jelenet, amikor megtörténik a deportálás és a haláltábori jelenet, amit elsőre az ember azt is gondolhatná, hogy nem lehet eltáncolni, de egészen elementáris erővel sikerül a táncosoknak ezt a Attila koreográfiája, instrukciója alapján a színpadra vinni, és csodálatos hadicséremén, csodálatos fényt, technikát, színpadi világot varázsolt még ehhez hozzá a fénytechnikus, aki egy izraeli művész barátunk. És hát ugye itt is van egy szöveges betét erre, a rendkívül fájdalmas, visító, sikító zenére, amelyre aztán viszik el az embereket, és hogy ez az irodalmi betét talán a legerősebb, amely egy ilyen repetitív módon ismétli azt a sok-sok szörnyűséget, amit a vagonba bezárt emberek megéltek. Sarádi Zsolt egyébként teli találat volt ilyen értelemben. Igen, többször dolgoztunk a Zsolttal, nagyon jó az orgánuma, és nagyon flexibilis, ha szabad így fogalmaznom, színművész. Én legalábbis nagyon jót tudok vele együtt dolgozni, nagyon érzékeny művész, és az fontos, az érzékenység.
hogy, és ami nagyon, nagyon jó ezeknél az irodalmi szövegeknél, hogy szinte tánc, a jó értelmévéve, tehát a szavakon túl van, pedig mégis szavakkal fogalmaz, tehát költészet, vagy tiszta költészet, nem illusztrál, nem magyaráz, tehát talán ezért is tudunk mi együtt dolgozni a Lacival, mert ugyanazt érezzük, tehát én irodalmi szöveget írok, és ő pedig táncot koreografál. Ez az árnyalt, kifinomult eszközrendszer, ami a táncra és a szövegre is jellemző. Igen, mert valami leveti magát. Meg, az, én azt gondolom, hogy az teli találat volt. Én meg kell, hogy mondjam, 60-on túl és számtalan színházi előadás részese, nézője vagy beszámolót írója, nem éreztem még így magam, hogy az a csend, az teljesen más csend volt, mint mindenütt másott. Hát, ugye én is a premiéren néztem végig a darabot, mert amikor így az ember... az idézőjelekkel is egyébként. Igen, mert az ember a próba folyamat során, ugye, amikor megnézi, én is, amikor tulajdonképpen Attila azt mondta, hogy összeállt a koreográfia, akkor a próbateremben megnéztem, és hát a próbateremben, amikor az ember néz, akkor nincsen díszlet, bár nagyon kevés díszlettel dolgozik ez a darab, nincsen kielmezek, nincsen még a világítás, mi nagyon fontos ami rendkívül fontos, ugye? És hát a zene sem még az élő zenészekkel följátszott zenemi volt, hanem a digitális demo változatra gyakoroltak a táncosok, és akkor látsz valamit a próbateremben, amire azt gondolod, hogy hát igen, jó, láttál valamit, de igazándiból akinek már van színpadi tapasztalata, gyakorlata, az el tud képzelni valamit a színpadon, de egészen mást fog a végén látni, amit a koreográfus maga oda álmodott, és a színpadi próbák során végül is összerak. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a premiéren láttam én is a végleges darabot először, nem voltam ott az előző esti főpróbán, nem tudtam elmenni, és engem ugyanúgy letaglózott, mint hogy a közönség összes többi tagját, akik közül sokan könnyeztek, mondhatni sírtak, és nem tudtak megszólalni. Tehát én, és hozzá kell tenni, hogy engem is letaglózott, főleg az a rész. Próbáltam nem is úgy hallgatni az egész szöveget sem, mint hogy én írtam, mint amit én írtam, hanem mint hogyha egy átlagos néző jelennék egy frissen megszületett előadásnak. Hát azt hiszem, hogy sikerült az öndicséret szándéka nélkül, mondom ezt, egy rendkívül erős darabot Attilának megvalósítani, ahol amit én hozzátettem, az tényleg csak egy szerény szöveges illusztráció. Azért mertük ezt megtenni, mert a korábbi közös munkák már visszaigazolták azt, hogy nem egy hiába való kísérlet irodalmi szöveget és táncot összepárosítani. Nagyon ritkán lát az ember olyat, hogy szövegre vagy szövegre is táncolnak. Ugye Attilának már volt olyan előadása a Führer lépni tilosan, melyet az Örkény egypercesekből állítottunk össze szöveget, és amelyben szintén alig van zene. Hát gyakorlatilag egyetlen egy rövid karádi részlet van benne, egyébként pedig konkrétan a szövegre, meg arra, ami zene írtam, repetitív verset, arra, meg az írógép hangjára táncolnak. Tehát miután láttuk, hogy ez működik, kaptunk visszaigazást a közönségtől is, ebben is, az idézőjelekben is. Ebből látszott, hogy meg lehet ezt csinálni. De hát itt ugye az irodalmi szöveg, valljuk be őszintén szerényen, tényleg csak a harmadik, negyedik alkotóeleme a darabnak. Pont annyi van benne, amennyit elbír. Egy másodperce se kellett volna több. Én amikor írtam, akkor gondoltam, hogy még elfére, de így, amikor egyben láttam, akkor azt éreztem, hogy ez teljesen jó Patika mérlege lett kimérve. Hát viszont ez olyan bocsánat, hogy ezt hozzászok, mert én ugye aki az egészet kell, hogy átlássam, képes beszéddel én vagyok a séf, ugye? Tehát most lehet, hogy a Laci azt mondja, hogy a sáfrány, de ha abból sokat teszünk vele, ehetetlen az étel, de ha nincs benne, akkor nem adja azt az ízvilágot. Tehát ez nem arról szól, hogy most nem a mennyiség a lényeg, akarom mondani, nagyon primér módon fogalmazva, hanem a minőség és a létjogosultság. Lehet, hogy mit tudom én, most mondok egy teljesen más vad példát, egy Michael Jackson dalba, ami bekúszik az ember fülébe, egy Hammond orgona csak kétszer ütnek le egy akkordot, de ha nem lenne benne, az a dal nem lenne Grammy díjas. Szóval itt ez egy nagyon érzékeny dolog. Mekkora kihívás volt táncjátékkal formálni azt az érzelmi mélységet, ami a holokausztot jelenti számunkra? Nekem minden darab ugyanolyan kihívás. És mit gondoltak erről az előadók, a táncosait, hiszen
ezzel a történettel ők se találkoztak még? Hát személyesen hála a Jóistennek nem, de azt gondolom, mivel a művészek, így a táncművészek is roppant érzékeny emberek, ezért nagyon nem kellett nekik magyarázni, hogy a bőrükön érezzék és ne illusztrálják ezt a történetet. Ez egy dráma. Lehetne egy shakespeare-i dráma is. Ez egy, az emberiségnek az egyik szégyenfoltja és egy drámája. Ez mint művész emberként, ha csak a drámát nézem, aranybánya. Tehát mekkora kihívás? Én nem foglalkozom azzal, amikor egy darabbal dolgozom, olyan vagyok, mint sebész orvos, aki operál. Tehát nem le van takarva a beteg, és csak azt nézem, éppen azt a részt, amit operál. Ez egy dráma, amit boncolni kellett először, átengedni magamon, mint minden más darab esetében, ugyanígy történt ez esetben is, és feldolgozni, és abból valamit létrehozni. Ez egy process, ez egy procedúra. Nagyon megrázó a dráma, talán ezért is sikeredett megrázóra a produkció, de ezzel nem csak egyedül voltam így, hiszen így volt ezzel a Laci is, hogyha meghallgatjuk a szöveget, így volt a Födő Sándor, a zeneszerző, vagy a Járon Abula fia, a fénytervező, aki ugye Izraelben él, és az édesanyja is ott él, mondjuk ő utazik a világban mindenhova, tehát ő aztán még személyesebben érintett, hiszen a családjában volt, akik személyesen is érintettek. Úgyhogy ez egy olyan dráma, amit fel kellett dolgozni, én úgy éreztem, és időszerű, tehát... Meg annyi érzelmi kulcspont? Hát, és több katarzis van a darabban egyébként. Van 3 olyan katarzis a darabban, ami nekem fontos volt, tehát több csúcspontja van a darabnak, de valóban az egyik csúcspontja az mindenféle szempontból, amit a Laci is említett, a haláltábor jelenet, vagy akár egy gyilkosság, nem szeretném spoilerezni a darabot, jöjjenek el megnézni minél többen. Igen, nagyon fontos kérdés, hogy ennek tovább kell mennie nyilvánvaló. Hát van terve arra nézve, hogy hol mindenütt fogjátok bemutatni? Nincs kétségem felőle, hogy mindenütt helye van. Hát és nem csak itthon. Szeretnénk vele turnézni az országba, de mivel azért a szcenikája, tehát a színpad, technikája, az igényli a színházi környezetet, ahol van belmagasság, mert az asztalok és székek, amik egy kávéházat, azaz az életet reprezentál, azok vertikálisan is mozognak a térbe, el kell tudni húzni. Tehát azért limitált, de hogy hol tudjuk játszani, de hál' Istennek vannak nagyon jól felszerelt színházak az országban, szeretnénk oda vinni Budapestre is. Most tárgyalunk épp a Művészetek Palotájával, hogy a budapesti bemutató méltó módon a Művészetek Palotájában legyen. Egy novemberi időpontról van most szó, még tárgyalás alatt van, de szeretnénk külföldre is elvinni, minél több helyre szeretnénk vinni Izraelbe, ugyanúgy szívügye Grósz Andornak, ugye Masis elnökének, hogy támogassa ennek a darabnak az utaztatását. Úgyhogy dolgozunk azon, hogy ez minél többekhez eljutasson. Teli találat a szakmai és emberi kapcsolatotok is, erre bizonyíték Kuba is, hiszen nemrégiben érkeztetek meg Kubában, nagy sikerű turné volt, én azt hiszem, és egyedi, ha úgy tetszik, a táncszínház életében. Hogyan tovább együtt? Azt nem tudom, de még hadd térjek ki a külföldi dolgokra, mert ugye az, hogy magyar nyelvű szöveg jelenik meg a darabban, ez látszólag akadálya lehet egy külföldi turnénak, de már készül, nem le kell fordítani, már készül az angol fordítás, és ugye itt két megoldás is lehetséges, hogy van, ahol feliratozni, mint ahogy az operaházakban csinálják, ugye hiszen az opera kultúrában az abszolút megszokott, hogy minden operát a saját nyelvén, a megírás nyelvén, illetve a szerzőnek a nyelvén adnak elő, és feliratozzák akár több nyelven is, de erre nincsen mindenhol a technikai lehetőség, ezért el fog készülni az angol változat, hogy ugyanezt a szöveget angolul is fölmondja egy színész, és tulajdonképpen változatlan formában tud megjelenni. Azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan tisztában kell azzal lennünk, hogy vannak olyan országok, ahol azért az angol nyelv ismerete nem széles körben elterjedt, tehát valószínűleg még további fordításokra is szükség lehet, de nem gond, mert nem olyan sok a szöveg. Én nagyon bízom benne, hogy akár németországi bemutatóra is, és más európai országokban megvalósuló bemutatóra is lehet majd számítani. Hát a kubai útunk az nagyszerű volt, én tulajdonképpen csak kísértem a társulatot,
Attiláéknak. Mi szerzős jelen volt, hiszen a fantomfájdalomban egy részletet elvittünk. Szerzőként is kísértem. Én azt gondolom, hogy nagyszerű volt a kubai út, mind a Havannai Nemzeti Színházban, mind pedig a José Márti Színházban, amely a belvárosnak egy patinás és még mindig jó állapotban levő épülete. Azért mondom, mert egyébként a város csupa rom és csupa káosz, de látszik, hogy micsoda csoda volt ez a város, és milyen csoda lehetne az a város, hogyha mondjuk lenne pénz, lehetőség. És ami nagyon fontos, hogy egy nagyon rangos balett élet van ott, ez nyilvánvalóan a szovjet kapcsolatoknak is az eredménye, és ebben ezen az utazás során jó volt látni a kubai vendéglátóknak az előadását is. Együtt léptek színpadra Attiláék a kubai társulattal a Nemzeti Színházban. Én ezt is csak azért emelem ki, mert egy baráti házaspárral, ahol mind a két fél, akik itt voltak a premiéren, a Követnek a premiérjén, pár nappal később vacsoráztunk, a férje az egy iskolai igazgató, egy művészeti képzés is folytató iskolának a vezetője, a feleség pedig zongoraművészként végzett a Zeneakadémián. Mind a ketten azt emelték ki, nem látták még előadását korábban a Félvári Balett Színháznak, hogy egy olyan színvonalú társulata van Székesfehérvárnak, amely New Yorktól elkezdve bármelyik nagyvárosban, az élvonalban is megállna a helyét. Ez egy óriási nagy érték. Tehát a város vezetés, amikor úgy döntött, hogy létrehozza ezt a színházat, akkor szerintem maga sem gondolta még, hogy ez milyen színvonalú dolog lesz. Itt nem valamiféle amatőr dologról van szó, hanem a profizmusnak is az a szintje, amely még egyszer mondom, a világ vezető színházaiban is bármikor meg tudja állni a helyét, és egy kicsi szeletét ennek most Kubában is megtapasztaltuk, amely lehet, hogy nem annyira fontos a világ művészeti térképén, mint mondjuk New York vagy Párizs, de a balett életpontjából nagyon az egy nagyon fontos helyszín. Ezt azt is mutatja, hogy bocsánat, hogy csatlakozok a Laci, nagyon fontos dolgot mond, mert egyébként meg igen, tehát tánc szempontjából onnan indulunk ki, hogy én nem is tudok más olyan várost a világba, ahol az operát és egy csodálatos nagy opera, amit most újítanak fel, azt egy balettáncosról, pedig Alessio Alonsoról nevezték el. Ez már jelent valamit. Nagyon sok kiváló táncművészt, ma is egzisztelő táncművészt adott a balett életnek Kuba, és hogy mennyire rangos Kubában fellépni, főleg ha kortárs táncról beszélünk, az azt fémjelzi, hogy ott, ahol mi felléptünk a Teat Martival, a színház igazgató elmondta, hogy Ohad Naharin, hát aki a kortárs táncba jártas, ugye a Bacsevának az Izrael legjelentősebb és a világ egyik legjelentősebb kortárs táncszínházáról beszélünk, a Bacseva Balettről, a megalapítója és fantasztikus koreográfus, a világ egyik legjobb koreográfusa, Ohad Naharin, minden évben ott lép fel, és egy új produkciót hoz létre Kubában. Tehát Kuba a kortárs tánc, a balett és a kortárs tánc szempontból egy fellegvárnak tekinthető, és ott fellépni az rangot jelent. És oda nem akárkiket hívnak meg külföldről, főleg ilyen messziről, és minket ugye a fesztivál szervezője látta a mi anyagunkat, programunkat, azt mondta, hogy ez szó szerint idézem, tehát nem magam vagy magunkat dicsérem, hogy ez világszínvonal, ezt el kell hozni Havannába is. Hát, és így is történt. Nos, én köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Én azt gondolom, hogy aki a Köveket látni fogja, az megerősítést kap, hogy igenis a kortárs táncszínházzal lehet csodát adni, az emlékeinket megerősíteni, és olyan szinten hozni azt, amiről hajlamosak vagyunk már-már elfeledkezni, ami valóban egy szintet jelent. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Kedves nézőink, önöknek pedig szeretném jelezni, hogy lesz még egy beszélgetésünk a Kövek darabról, ahol Födő Sándor a zeneszerző is itt lesz Egerházi Attila társaként. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, minden jót kívánok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.